Az Agrárpercek című műsorunkban mi foglalkozunk a legtöbbet a termálenergiával. Az utóbbi hónapokban a parlament is igen sokat tárgyalt erről a témáról. Elsőnek megkérdeztük dr. Csikai Miklóst, a Szentesi Árpád Agrár ZRT elnök vezérigazgatóját. Most nézzék meg ezt a riportunkat. Az országgyűlés 2009. június 5-én 195 igen szavazattal, 17 nem ellenében elfogadta Szirbik Imre, Farkas Sándor, Bedő Tamás és Balogh László képviselők önálló indítványát a vízgazdálkodási törvény módosításáról. De ezt a köztársasági elnök megfontolása visszaküldte a parlamentnek. Mit tud erről mondani nézőinknek? Hát minden szerénytelenség nélkül azzal kezdem, hogy ennek a törvénytervezetnek az előkészítésében szakmailag is és más utakon is évek óta részt vettünk azokkal a kertészekkel együtt, akik az áldását élvezik ennek a termálvíznek, mint az egyik nagy adottságunknak, nemzeti és térségi adottságunknak. Nagyon örültem annak, hogy kormánypárti és ellenzéki képviselőket egyaránt sikerült meggyőzni arról, hogy a vizeink közül az öntöző lehetőségek mellett a termálvíz, ami Európában és világ viszonylatban is kiemelkedő jelentőség, és erre kell építeni a gazdaságnak azt a részét, ami erre építhető, és ezen belül a mezőgazdaság, és nem csak a wellness turizmus. Amikor a parlament az ön által említett arányokban elfogadta ezt a törvénymódosítást, akkor volt öröm, meg kell mondjam, és megnyugvás nekünk kertészeknek is, mert ez lehetővé tette volna azt, hogy kiszámíthatóan tudjunk a termálvízzel is, és ennek költségeivel is gazdálkodni. Ez volt az alap. Köztársasági elnök úr benne van a nevében és pozíciójában, olyan jogosítványokkal bír, hogy fölül bírálhat parlamenti döntéseket is, törvénymódosításokat aláírás előtt. Nem tudom, hogy kik győzték meg arról, milyen ellen érdekek táborába tartozók, hogy küldje vissza a parlamentnek ezt a törvényjavaslatot. Én úgy gondolom, hogy nem volt kellően képben az elnök úr ennek gazdasági jelentőségével. Én őszintén remélem azt, hogy még ebben az esztendőben, amikor visszakerül a parlament elé, ez a törvény ugyanilyen arányban meg fogják szavazni, és akkor már ez hatályba lép, érvényesül. Szolgáljon mentségére az elnök úrnak, hogy nem a Alkotmánybírósághoz küldte vissza ezt a törvénytervezetet, tehát nincs más mód, a parlamenten van most a felelősség, ha még egyszer ugyanilyen arányban megszavazza, akkor az elnök úr köteles aláírni, és remélem, hogy valami pici lépést tesz afelé, hogy valóban a mi rendkívül jelentős értékünkre alapozva fejlődhessen a magyar agráriumnak az a része, legalább ami a termálvízre alapozott, és hosszú távon kiszámítható legyen. Kíváncsiak voltunk Farkas Sándor országgyűlési képviselő véleményére is, ezért most ezt a bejátszást fogják látni. Igen, hát már magában a parlamenti vita során és a parlamenti bizottságüléseken is ez vitát gerjesztett ez az indítvány. Nem is azért, mert kormánypárti és ellenzéki képviselők nyújtották be, hanem azért, mert azt látom, hogy különböző lobby érdekek ellen érdekeltek abban, hogy azok a termelők utak, amelyek jelen pillanatban még működnek, azokat fenn lehessen tartani. Ebből a célból én azt láttam, hogy föltétlenül szükséges egy ilyen beadványt tenni, már csak azért is, mert ezzel gyakorlatilag ezeket a kutakat hosszú távon életbe lehet tartani. Na most a parlamenti viták és a bizottsággyűléseken már a különböző zöld szervezetek megnyilvánulásából látható volt, hogy nem egy sima lefutott meccs lesz ez, habár én optimistább voltam ezzel kapcsolatban, de már a BPD a Környezetvédelmi Bizottság ülésen a kormánypárti és ellenzéki képviselők is kifogásokat emeltek el beterjesztés ellen, és inkább azt éreztem, hogy félnek ettől a dologtól, nem ismerik magának a termálvíznek a történetét, nem ismerik ennek a hasznosítási módjait, valami olyan környezetszennyező dolognak tartják, amit a sajnos azt kell mondanom, hogy az elmúlt években a sajtó és egyéb orgánumokon keresztül betápláltak az emberek fejébe. Én meghívtam több alkalommal is már ezeket az embereket ide
erre a területre, ahol ezeket a vizeket használjuk és bizonyos energiákat nyerünk belőle. Még erre nem volt mód, hogy ők személyesen is ezt felkeressék. Na most azt látom, hogy ez a lobby, ez a környezetvédő, zöld lobby, ez azért elég erős Magyarországon, de ennek egy része sajnos tudatlanságból fakad. Na most ezt a tudatlanságot kellene feloldani, hát természetesen egy országgyűlési határozat ez nem alkalmas erre, inkább a meggyőzés és a figyelem felhívásra van szükség. Na most ebben elindultunk többen, de ez nem megy egyik napról a másikra, ezt azért hozzá kell tenni. Ez akkor lehetséges, hogyha egy megfelelő kormányzati programmal egy kiemelt hangsúlyt fog kapni a termálenergia hasznosítása és ezzel szemben álló félelmek, kétségeket, akkor lehet majd igazán félre rakatni, amikor a gyakorlat bebizonyítja az ő számokra is. Nekem már nem kell bebizonyítani az ő számokra is azt, hogy valóban ez egy olyan energiaforrás, amit bűn nem kihasználni, és nem kell tőle félni, mert az ember tudja kezelni ezt. És én, amikor a köztársaság elnök visszautasította ezt a beadványt, nem lepődtem meg rajta, hozzá kell tennem. A köztársasági elnöknek ismerve a elkötelezettségét a környezetvédelemmel és a zöld mozgalmakkal kapcsolatban, ez nem kritika, mert mindenkinek lehet ilyen. Akkor én úgy gondoltam és úgy láttam, hogy most ez az erő egy kicsit erősebbé vált, mint ahogy mi azt gondoltuk volna. De ettől eltekintve van egy alkotmányossági kifogás és a köztársasági elnöknek, tehát nem csak a zöld mozgalomból fakadó támogatásból, ami mondjuk lehet, hogy némileg elgondolkodtató, és ez bizonyos versenyhelyzetben, versenysemlegesség szempontjából lehet, hogy ez igaz, hogyha nagyon őszintén akarunk lenni, de hát a lobbik ugye azok másképp működnek. Ilyen szempontból most én is egy lobbista vagyok, ha fogalmaztatok így ennek az ügynek a lobbistája, amit bármikor, bárhol felvállalok, az más kérdés, hogy milyen erővel és hogyan fogjuk tudni ezt majd megoldani. Kedves nézőink! Az országgyűlés 2009. október 19-én 194 igen, 164 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadta a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítását, amelyet a köztársasági elnök és a Környezetvédelmi Bizottság javasolt. Kérdezem Szita Gábor urat, a Magyar Geotermális Egyesület elnökét, hogy mi a véleménye az elfogadott törvényről. Ez valóban megnyugtatja a jelenleg is termálkutakat üzemeltető egyéni és csoportos vállalkozásokat? Kellene nekik továbbra is attól félni, hogy vissza kell sajtolni a termálvizet, és ez már gazdaságtalanná teszi a vállalkozásukat. Kérem, ismertesse az elfogadott törvény lényegét. Köszöntöm a Kurta TV nézőit. Talán a legutolsó kérdés megválaszolásával próbálom ezt kezdeni. Nem lesz egyszerű, úgyhogy tessék kapaszkodni. A törvény 2004-ben hozta be a kötelező visszasajtolást, ezt azt hiszem, hogy nagyon sokan ismerik itt Magyarországon. A mostani változtatás ezt a kötelezést enyhítette. Ilyen szempontból ez rendkívül pozitív. Az enyhítés azonban nem terjedhet ki mindenkire, és nem automatikus. A most elfogadott törvény az a 2009. szeptember 30-ai előtt vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező termálvíz felhasználóknak lehetővé teszi azt, hogy kérelemre ne kelljen nekik a visszasajtolást megépíteniük. Tehát nem mindenki kaphatja meg ezt a felmentést, és nem automatikusan, csak is és kizárólag akkor, hogyha be tudja bizonyítani a vízfelhasználó, hogy az, amit ő végez, az a tevékenység, az a környezetre nincsen káros hatással. Tehát arra a kérdésre, hogy hátradőlhetünk-e, és most már megnyugodhatunk-e, azt tudom mondani, hogy még nem, de nem csak ezért nem, hanem azért sem, mert a vízfelhasználókat nem elsősorban a visszasajtolás kényszere fenyegeti mostanában. Azt is el kell mondani, hogy a meglévő, régóta működő vízfelhasználók, akik üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek, azok részére a felügyelőségek nem írták elő eddig a kötelező visszasajtolást. Tehát nem volt gyakorlat az, ami alól most a felmentést meg kéne adni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a jövőben ez ne lenne, ne változna meg. Nagyon is valós veszély, hogy a lejáró, és nagyon fontos,
hogy a lejáró üzemeltetési vízjogi engedélyek meghosszabbításakor már elő fogják írni a kötelező visszasajtolást, így módon ez a enyhítés, illetve a kérelemre való enyhíthetőség, ez egy fontos és előremutató lépésnek számít. Ugyanakkor van egy másik jogszabály, ez a szennyvízbírságról szóló kormányrendelet. Ennek van egy 2012. december 31-i határideje, ez egy türelmi idő. Azután elvileg már csak olyan vizeket szabadna elengedni a felszíni vízfolyásokba, ahol a határértékeket be tudjuk tartani. Ezt is mindenki tudja, a termálvíz felhasználók többsége itt a Dél-Alföldön, ahol most is vagyunk, Szegeden, Algyőn vagyunk, többsége szennyvízbírságot fizet mai napig is, és ez nem fog változni 2012. december 31-e után sem, illetve nagy kérdés, hogy akkor ezzel a kérdéssel mi történik, mert a visszasajtolásról szóló mostani enyhítés ezzel nem foglalkozik. Ez két külön dolog, tehát ezt pontosan kell látni. A most elfogadott törvénynek van viszont egy rendkívül pozitív másik vonása, amiről eddig kevés szó esett. A visszasajtolás nélkül működő kertészeteknél ugye elég jelentős költségtétel a vízkészlet járulék. Ennek a visszatartására lehetőséget ad jövő év elejétől a törvény, mégpedig a fejlesztések, illetve a korszerűsítések, vagy éppenséggel a visszasajtó rendszerek megépítéséhez fölhasználható az a pénz, amit vízkészlet járulékra egyébként be kellett volna fizetni az államnak, de azt most ott hagyják majd az üzemeknél, és ez mindenképpen jó dolog. Tehát ön hogy látja, fennáll-e a bizonytalanság a kiadott vízjogi engedélyek tekintetében, hogy majd a kiadott határidő után visszavonják? Én úgy látom, ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát vízjogi üzemeltetési engedély nélkül nem szabad üzemelni, kivéve persze az illegálisat. De arról nem beszélünk most. Csak is a legálisról. Valójában az, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyek, amit most már határozott időre adnak az utóbbi időben ki, lejáratakor mi fog történni, ezt pillanatilag nagyon kevesen tudják, mert nem gyakorlat. Nem tudjuk azt, hogy a felügyelőségek hogyan bírálják el a meghosszabbítási kérelmeket. Egy biztos, hogy ez a legnagyobb bizonytalanság most is, tehát én úgy látom, hogy ez a bizonytalanság sajnos nem csökkent, semmit nem változott, és ezen mindenképpen valami megoldást kell találni. Én magam is kérdeztem már nem most, már régebben minisztériumi tisztségviselőket arról, hogy mi az elképzelésük a 2012. december 31-i utáni időre, és hát eddig még nem kaptam választ. Köszönjük a beszélgetést! Köszönöm szépen! Kedves nézőink! Kérdezem Nagygál János urat, a Magyar Geotermális Egyesület alelnökét, hogy a mai gazdasági helyzetben azok a gazdaságok, amelyek rendelkeznek termálkutakkal, ki tudják-e használni azokat a technikai újdonságokat, amelyek már rendelkezésre állnak? Szeretettel köszöntöm a Kurca TV nézőit. Ha a kérdésre röviden szeretnék válaszolni, akkor azt kell mondjam, hogy nem. Jelen pillanatban a mezőgazdasági termelők nem tudják kihasználni azokat a technikai lehetőségeket, amelyeket a piac kínál számukra. Meglehetősen elavultak a szivattyúk. A jelenlegi korszerű szivattyúk ma már számítógépes tervezéssel készülnek. Ez azt jelenti, hogy még a gyártmány elkészülte előtt modellezik mindenféle tulajdonságát a szivattyúnak. Ezért lényegesen korszerűbbek az áramlás technikai tulajdonságai. Lényegesen kevesebb energiával, villamos energiával tudjuk ugyanazt a vízmennyiséget szállítani, amit korábban csak nagyobb energiafelhasználással lehetett.
új korszerű csövek jelentek meg a piacon, ezek különböző kompozit, üvegszálas, műgyanta összetételűek. Ezeknek az áramlás technikai tulajdonsága lényegesen jobb, kevésbé hajlamos a turbulenciára hosszabb csővezetékek esetén. Ez pedig azt jelentheti, hogy akár egy 1 kilométeres szakaszon 20-25% energiamegtakarítást lehet elérni az áramlás jobb mivolta miatt. Arról nem is beszélve, hogy ezeknek a csöveknek a hőszigetelése is lényegesen jobb. Másik oldalról megközelítve, az energia felhasználás oldaláról a korszerű szivattyúkat már alkalmassá tették arra, hogy frekvenciaváltón keresztül szabályozzuk. Ennek az a lényege, hogy a hagyományos szivattyúkban a hálózati 50 Hz-es frekvenciával meghajtva egy bizonyos fordulatszámon működhetnek a szivattyúk. Frekvenciaváltón keresztül pedig a frekvencia csökkentésével csökkenthető a motorok fordulatszáma. Azonban a szivattyúval összekapcsolva a szivattyúk munkapontja szintén eltolódik, de az energia megtakarítással nem arányosan, tehát ez azt jelenti, hogy akár 30% energia megtakarítással szinte észrevehetetlenül csökken a szállított víznek a mennyisége. Ezáltal összességében korszerű megoldásokkal úgy gondolom, hogy a korszerűtlen berendezésekhez képest akár 50%-os energia megtakarítást is el lehet érni. Köszönjük a beszélgetést! Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam mindezeket.